Folytassuk az eseményt, Locust és Crrpt párharcával, bár jó volna, hogyha Observert is tennének bele a fiúk. És ezt meg is kérem. Na. Szóval, meg is lennénk. Locust vs. Crrpt. Hogyha Marci nyer ezen a mérkőzésen, akkor egyértelműen ő húzza be ezt a minikapot idén. Hogyha Crrpt 2-1-re kap neki most Locust-tól, akkor tiebreak lenne majd az első helyen várhatóan, és akkor csapunk még egy utolsó nagy döntőt, Crrpt vs. Gyurmi. Illetve, hogyha Loci 2-0-ra elverné Marcit, akkor Marci már biztos, hogy második helyen végezne. Csak... Ez a 404 gnomes not found, ezt tetszik. A loading barba, ez a kis üzenet, az kedves. Na hát ez nagyon gyors volt, de azt gondolnám, hogy ez még nem a szándékos mérkőzés. Nem tudom, hogy mi van igazából. Nem tudom, miért szenvednek. No, talán most sikerül. És startol is a game. Csodálatos. Terenáztán, de pálya több ízben találkoztunk ma már vele. És elképzelhető, hogy a streamnek az eleje kicsit akadni fog, de ez miért pendingben van? Na mindegy. Na mindegy. Tehát Marci orkként ugye a felső sarokban Teren Astand. Ben pedig Locust Undead az alsó sarokba. Zakolájtok szorgósan. Bűvölik az aranybányát a kis kezükkel. Megidézzük a szentségtelen épületeiket. Laci egy pókos kezdést, ugye a GVR, de az nagyon hamar lekerült ide. Egy gult kiszed fát vágni, onnantól kezdve pedig csak pókokat fog hozni. Marci de kipakolta azt a barakot. Még jobban kipakolta azt a shopot. Nagy nyitás ez. Nagy bátor nyitás. Szorgosan vágják a fát a kis peonok. Na! Árszír végre,
kérem, már nem szerettem volna 72 egyére is egy Blade Masternek a Critical Strike-jait nézni. Egy jó Farseer, ott is van. Szép fehér farkasom. A player's forces are under attack. Spirit Wolf-ok meg az egy Grant, ez így igazából elég is, hogy kikapja ezt a Renegade Wizardot. Nagyon faszán a Lightning Shield-ot ugye rátette a Wizard a Farseer-re, utána azzal ide beárcsolod. Az a Lightning Shield az elég durva damage-et csinált, tulajdonképpen a Wizard saját magát szivatta meg, ugye egyedül arra kell figyelni, hogy ne a Lightning Shield okozza az utolsó damage-et a halál előtt az adott egységnél, mert akkor nem jár el a tapasztalati pont. Viszont Marci ezt nagyon rutinosan csinálta. Nem túlzok azzal, hogy több százszor oldotta már meg ezt a műveletet. Locust pedig a Crrpt Lord mellett dönt. Sokat gyára ma már. A player's forces are under attack. Nem tudom mi a bajuk itt ezekkel a pókokkal, a fiúknak tök rendben néznek ki. Szőrösek meg. Potrohosak meg nem tudom, rendben van ez. Rendben van ez a pók. Korrupt egy fast expand mellett dönt. Hát az anyamban kiszedte itt ezt a aranybányát őrző creep csoportot, és egyrészt egy kristálból lett a jutalma, ami nem nagy cucc, el is adja. Ezzel a kristálborral bárhol felderíthetsz a pályán egy kicsit, és akkor ott így jól oda látsz. Csonti támasztás. Így fejlődik az ikkurat? Hát ez borzasztó. Mint hogyha újra épülne. Ugye eddig csak egy ilyen kis küzéb. Kóbélyjának felette vagy. Ilyesmi. Igen, maga az épület jól néz ki, csak ahogy megépül, az kicsit túltolt. Mindenesetre, hogyha a támadást kéne értékelni, Marci kiszedett azért két akolájtot. Ami azért visszafogja itt a gazdaságot, ugye, amíg itt fejlődik a nekropolis, addig nem tudja pótolni Laci. És ez aranyban azért sok kiesés, tehát addig mondjuk ilyen 60%-on gyűlt. Ring of Protection esik, Farseer-nek elfér, bár aminek igazán örülne ez a hős, főleg Andidelen, az egy runázott karkötő. Hiszen mondjuk így, hogy nincsen DK-lics. A runázott karkötővel, ami leveszi a Magic Damage-et 30%-kal, 33%-kal. Nagyon jót tudtenni, amikor én voltam a játékos ellen. Yes.
A bűvös kajon a váz. Instant hero kill. DC-t hoz második hősnek, Marci. Koboldokat itt. Kicsit megszédíti a dobbantásával. Egy szobimaszk esik a Crrpt Lordnak, ami nem rossz. Párszír megint jön és bántja Locinak a gazdaságát. Meg is lesz az a akolájt is talán. És már kettesek a Spirit Wolf-ok, ugye? Az egyes még? Az egyes van. Egyes a Spirit Wolf, igen. Hoppá! Közben Marci ott felejtette azt a Farseer-t. Valószínűleg simán azt a teleportation-nál gondolt hazamenni, de nem számolt azzal, hogy bizony itt a Spike-okkal gazdabban megszakítja a Crrpt Lord. Azt a teleportation-t, és ebbe bele is hal a Farseer. Oh, must be warm. Windraider, újabban. Az az igazság, hogy a Windraider ez általában nagyon rossz megoldás, hogyha sok a pók. Márpedig itt lesz pár pók. De ki lesz fejlesztve a háló, akkor nagyon hálátlan lesz a Windraiderek élete. Jó dobbantás. PC részéről. Ne csorogjon ott max manán. Laci gyönyörűen megkerülte itt a creep közben lévő. Na, most nagy örömére látja, hogy ott bizony már van egy expand. És itt eldönteni, hogy mi legyen a sorsa. Egészen mostanáig, de... Tényleg így van. Úgy lesz nyelő. Egy három peon el is halválhatóan, ha nem úgy. Négyet sikerül megfogni a Locinak. Korrupt addig itt eszeszíti magát éjszakon. Már itt egy kodó is. Aha, ott vannak a Windraiderek. Hoppá, ott repül rájuk a háló. Így nagyon könnyen elbújik ám a Windraider, arra figyelj. Pókot mondta. Na hát és mindig az fel kell készíteni. Ez nem megérdezik. Kodul is megjelentek kúzicát. Hoppá, az a stomp viszont szép volt. Ott még az a dolog kiesik. Épp az utolsó pillanatban azért egy pókot megeszik Marci a kodóval. A drága pók. Jön egy Raider még. T2 marad Marci. Megvan az expand ugye. Nem nagyon kell sietnie sehova. Négyes hős az magáért beszél. Tauránon ott van egy Young. Van Invoopot is ott. Itt a DK még combosodhatna. Ez a harmadik szint az nagyon elférne, hogy kettes legyen a coil. És meg is érezze a Crrpt Lord azt, amikor rádobják, ne csak úgy jó lesen neki. Az elbaskömpetés
Kiszedi Laci. Közben a Farseer egy kis manártból. De ugye az expand nem esett le végül. Most megindul itt Crrpt, és ide is ér. Egy háló. Egy stomp. Az a kaku. Bizony, ez a Crrpt Lord, ez nem nagyon bírta áttől tovább. A player's forces are under attack. Itt mindent jól betett mélyre, amire szüksége van, Slaughterhouse-t is, meg a templomot is. A player's forces are under attack. Minden egyes perc Marci ma már hajtja a vizet, ugye, amíg ő két goldmine-ból szipkázza a költeni valót, addig Locust sajnos csak egyből, és hát bizony, aki dupla annyi pénzből vásárol, az dupla annyi egységgel rendelkezhet. Hát hogyha nem fog kijönni az a két lord, akkor bajba lesz Laci. Még nincs is kitéve az az altára. Annyira. Olyan kevés pénze van szegény Lacinak. Felszívi. Kínálgatja. A player's forces are under attack. Aha, viszont megérkeztek a skeletonok. Bizony. Látjátok, itt van már egy skeleton mage. Surranó van a lábán. Nehogy feltörje a csontos lábát a fű. Vannak a jó kis nekromanták, ezek is rohadt jól néznek ki. Nekromanták kimondottan jól néznek ki. A player's forces are under attack. Király kecske szarva fejükön, meg jó a ruciuk is, ez a gyűrött vörös, kicsit szakadt. Ül bizony. Jól látom, Laci egyébként ide lentre azért szeretné majd azt az expandot. Ott támadgatja a csonti a hullából a Skeletal Warrior, Skeletal Mage-et. Na hát egy tipikus Lacis támadás, régi időkre emlékeztet engem, amikor megindul két kontrollnyi csontvázzal. Ilyen autóatakkal küldi be a területre, és nem tudsz vele mit csinálni. Na, a PC most bejön, de szépen dobozott. Az első sort, az a TC nagyon bátran dobbant, úristen! Rengeteg egységet dobbant. Nagyon szépen dobogtatott Marci ezzel a Taurennel. És meg ki a Vivernek,
megérkezett közben a kicsit, ahogy látom. Megint egy ilyen jó dobbantás, nagyon sokan elcsorognak külön. Halnak el a nekrók, talán mintha már nem is lenne. Talán már mintha el is fogytak volna. Korrupnak meghal a TC, de ott van nála az ang. Ott van nála az ang, de hiába. Mert most tényleg meghal. Ez Locinak nagy... nagy pluszos pont lehet. Marci viszi el a peonokat, tudja, hogy ezt a expandot most nem fogja megmenteni. Azért az a sok necro, meg az a sok skelet damage, azért az azt kidamage-et. Úgy hullattak el ezek a Wyvernek, mint a szél. Itt a Meat Wagon szépen biztosítja nekünk, vagy hát a nekromantáknak, hogy mindig legyen kéznél a hulla. Ezzel se különösebben kell törődni a Locinak. 2-1-es fejlesztés van a Windraidereken. Az 50 környékét már, amikor ledobálja, akkor az érezhető. Egy nekró kihalt, két nekró kihalt, szépen fókuszolja a Vivernál korrupta a nekromantákat. Sőt, most már a Meat Wagont is, és meglépte a 6-ot a TC-t. Innentől ugye kár fókuszolni, mert úgyis újjáéled az ultjából fakadóan. Habár pont a TC az, ahol nem minden esetben szokták 6. szinten odaadni neki az ultit, hanem 3-as aura, 3-as dobbantás, aztán majd ha 7-es lesz, ráér az ultira, de elég játék függő, mérkőzés függő, hogy mit van értelme dönteni. Közben master trainingre mentek a walkerek, ami talán nem is a Tauren támaszgatás miatt fontos, hanem már kellően megnöveli a mana pooljukat is, ami hát mass necro ellen létfontosságú, minél több disenchantot kéne, hogy tudjon elnyomni ez a néhány spirit walker. Locinak is nagyjából azon múlik a mérkőzése, hogy mennyire tudja a Spirit Walkereket hatástalanítani úgy, hogy csak utána kezdjen el sok csontvádat idézgetni, mert hiába idéz sok csontit, a Spirit Walkerek azért pillanatok alatt el tudják tüntetni, hogyha van mana, meg vannak így hárman. A disenchant nem játék. Na, egyre kevesebben nézitek itt a dolgokat. Nem is baj, ez egy ilyen vérszegény verseny lett most. Kell ilyen is. Ezer gold maradt Locinak a gold mine-jába, ami nagyon kevés kell. Éppen csak ki fog tudni belőle expandolni. A player's forces are under attack. Az a Healstone a TC-nél az finim. 5-ös a Farseer is.
Na kérem, vonul Locust és a sereg. Egy nekró, kettő nekró, három nekró, négy nekró, öt nekró, mindegyik... Hát nem mindegyik, de közel mind max manán. Két teli meat wagon. És hát nincs más hátra, előre bizony. A player's forces are under attack. Szépen küldi be Loci a skeletonokat pozícióba. Bár a TC megint robbantott egyet. Na, tényleg a csontit a hátulral. Volt a legtökéletesebb az a spike most. Annál inkább. Nagyon elég jó volt az a storm. Megy a healing war3 részről. Hatos lett közben Fire-Seal is. Aztának a creepra, hogy amit van most fókuszolva igazán. Ott is mindjárt megvan a haza, és meg is van, és innentől kezdve jönnek a bogárkák. Jönnek a bogárkák, ez elég jó lehet Locinak. Ez most így heal-el majd, mint az állat. Hát sebez is. Player's forces are under attack. A town is under siege. Igen, így ötös lett a Crrpt Lord így. Ha nem is visszaszálltak Loci reményei, de... Nézzük meg. Csontvázak tömkelege bántja az expandot. És nem lehet mit csinálni egyszerűen. Loci szépen nem egy csoportba hagyja az összes skeletont, hanem megy velük három irányba, hogy ne lehessen könnyen disenchantolni szegyőröket. És bizony okozzák is a sebzést. Lejárnak ugye ezek a skeletonok, csak időszakosan vannak ott, mint az összes idézetén. De sok damage-et képesek kiosztani. Marcia egy hátsó támadással szeretné erejét venni ennek a dolognak, és szerintem jól látja, hogy nincs expandja Locustnak. Itt már felépül a másik Great Hall itt Marcinál, tehát nagy bajba nem kerülhet. Felfejlődött a troll is berserkellé, a Headhunter. És rá is csapódik Loci altára, meg hát a földrengés itt azért teszi a dolgát. Elolvad azonnal a két zikkurat. Player's forces are under attack. A town is under siege. Na talán az a Blademaster elhalhatna, de hát van manája, úgyhogy... Még aztán lehet nem művalhatat. Sőt, gyanús. Így van, a coil az... El is kapja szegény lelket. A player's forces are under attack. Is under siege. Én meg Laci megindul itt a nekrókkal, és olyan pusztítást végez, amint ki tudja idézni itt a meat wagonokba a hullát, hogy ez valami elképesztő. Esett a főépület. Mondhatni könnyedén. Ez
Procinek volt fenn egy expanja, de a térképen ezt nem vettem jól. Éppen csak megépült, ahogy látom. Belőle fúrtok még kiszedni. És már egy peon dolgozik is azon, hogy eltűnjön onnan az enyészet. A player's forces are under attack. A town is under siege. Mi a kergetőzés? Azt érzem, mintha nem igazán tudnák, vagy akarnák eldönteni, mi legyen, de hát ez ugye abból is fakad, hogy Marcinak van 260 goldja, abból már nem jön ki egy főépre. Locinak 176 goldja van, amiből legfeljebb úgy jön ki egy főépület, hogy itt elég sok mindent eladogat. Nem tudom, hogy ezt mennyire akarja megugrani. Elég veszélyes lépés eladogatni minden. Közben ezt a pár damage-ot azért belehoz a barrakba. Players' forces are under siege. De azért nagyon kevés, hogy summonolgatunk mindkét oldalon, és akkor megy a building fight. Össze kéne akadni srácok ahhoz, hogy ez jó legyen, habár most én azt mondom, hogy ez így Locinak előnyösebb. Itt azért több summon van a nekromanták által, mint a Farseer-nek az a két kutyája. Ami szintén nem rossz az a két kutya, de hát azért masszív nekró az... az masszív nekró. A player's forces are under attack. Is under siege. Aha, hát igen, így viszont azért lehet. A Farseer-nek, amikor lejár a CD az ultiáról, akkor ő itt tud földrengést okozni. Ó, viszont Laci most megint elindulni látszik. Kicsit szétszakadt az a sereg emberek. Szépen sikerült megint ledobbantani annak a TC-nek. Akkora sugárba dobbant, hogy öröm nézni, egy Spirit Walkert sikerült kiszedni egy coil aladékának, ami jó. Laci nagy nehezen össze huligánkodta a pénzt, úgy tűnik, egy Haunted Goldmine-ra. Ami bizony meccsfordító lehet, mert Marcinak itt szintén lent, hát ez azért nehezen védhető itt. Nagyon közel lesz a két expand egymáshoz. A búró feszedi most már. A Farseer megint rá fog próbálni szerintem egy Earthquake-et. Ha csak. Hát csak melegével meg nem próbálja el, hogy ez egy hoppa, egy nekró mindenképp meghal, egy második is meghal. Ez nem jó, locikám. Bizony, az drága buli. Valahogy hátul még ugyan a három, de hát már jönnek a kis bogárkák. Ó, ez most egy szép spike volt. Jó.
Chan Lightning meg Dobby, 3 necro még olvad. Repült egy coil. A TC-t akár még el is kaphatnák egy jó spike-kal. Nem, nagyon gyorsan fut az aura. Rengeteg move speed-et ad az aurának. Utolérhetetlenné teszi cipőnél a küli hősök számára. 37 HP-val úszta meg a Farseer, hát az minden, csak nem sok. És egy coil? Nem, nem repül oda a coil, pedig nagyon-nagyon akarta a DK. És lett is volna, miből rádobni azt a coilt. Hú, ez egy nagyon vontatott mérkőzés most így. Magasak a hősök, de nincsen pénz senkinek semmire. Nem nagyon fogynak a dolgok. Akolájtokat szedik ki Crrpt, vagy próbálja kiszedni Crrpt, mert hát ha elfogyna annyira locinak a pénze, hogy akolájtot tud venni, ha bár megvan a TC egyszer, és most lesz az izgalmas, hogy most kéne tudni nagyon megölni, csak hát max mana, max HP, befül a coil, de alig érzi meg szegény, azért 1400 HP, ezt kell egy darabig jutni, hogy eltűnjön belőle. Visszajön Crrpt a TC-vel, ez lehet, hogy egy veszélyesebb művelet most így. Na, Marcit lehet megszorongatja most Locust ezen a meccsen. Sőt, meg, elfogyott a pénz, ez Marci, vagy Lacié. 1-0 Locustnak. Remek. Nézzük, hogy hogy áll a visszavágó. Na, még elstartul a következő meccs. Addig egy kis szünet. Úgyhogy hát a visszavágó el nem startol egész pontosan.
Gymfighter van a kettőből. Igen? Gymnek. Aha. És Locust nyert, ez az nyerem még egyet. Akkor nagy öröm. De hát akkor még 2-0-re kell osztani Locustnak, szóval az sem mennyi. Egyébként az milyen durva lenne, Laci húznál be a végén. Az is benne van. Még az is benne, és benne van. Ja. Hát Gyurmi nyert, ugye? Igen, igen, igen. Utolsó. Nagy az izgalom. Már amikor láttam az izét, a Mass Necrót, már tudtam baznak, hogy itt vége. Na jó, na jó. Na jó. Na hajrá. Jöjjön a visszavágó. Itt nagy az örömködés, hogy Loci egyszer elkapta Marcit. Hiszen... ha ne adj Isten, még egyszer sikerülne, az azt jelenti, hogy Marci nem nyerhet. Ez nem tudom mi. Miért történik ez az automatikus újracsapódás. No, tehát visszavágó. Marci nagy visszavágója leginkább. És itt még itt az előző meccset még itt megvitatják itt a chatbe. No. Players' forces are under attack. Locustnál, ha már beállt a Crrpt Lord az előző mérkőzésem, akkor bizony most is beválthat. És teknősök. Teknősöket bántja a pókkal, Loci, ez ugye... ilyen tipikus UD kezdés, hogy kihúzzuk egy pókkal a creepet, és akkor addig simogatjuk a kis hálóinkkal, a kis köpeteinkkel
amíg ki nem ér a hős, és akkor neki már csak egyet rá kell suhintania, és össze is csuklik az adott teknős vagy adott bármi. Annyira lassú az animációja az ataknak, hogy hókkal lehet ezt a legjobban megcsinálni, ezt a kibarítom, hogy húzogatom a képet. A player's forces are under attack. De Marci már is itt van egy gránttal, és rásegít erre a dologra, hogy azt hiszi, hogy rásegít, de hát közben majdnem, hogy magát keveri nagyon nagy bajba. Itt közben a Blade Masternek kiesik két kló is. Igen, szerencsés drop Marcinak. Players' forces are under attack. Ezt most Laci sokkal szebben múlta ezt a dolgot. Addig Crrpt nagyon szeretne néhány suhintást kiosztani ezzel a Blade Masterrel, így hogy már ott van két kló. Beadja a kritikál, az akkor már simán okoz egy 100-as damage-et. A player's forces are under attack. Szedi Marci ezt a sapot. Szépen, ügyesen. Mindenféle komolyabb veszteség nélkül. Ott pedig befejezi azt a félig kiszedett sapot, amit jó előbb a Blade Master ritkított. A player's forces are under attack. Erőkkel keresi. Creepjack-re lesz jó Marcit, ez a póker is hullik, bizony. Hiába a TP egy póknak annyi, sajnos a creep is így Marci kezei közé kerül, ami már elég nagy erőn lesz, hiszen 3-as meg fogja lépni a Blade Master. Ideális esetben szerintem meg fogja. Meg is lépi bizony. Ez a 3-1. Pacinak azért itt van mindene is már, ahogy látom, tehát nem kell annyira félteni a fiút.
ilyen potroha van. Dagad bogár. A player's forces are under attack. Na. Na kérem, Marci tovább kívánja. Dídnak a kormány spotot is úgy döntünk, letakarítja. Főként azért, hogy szükséges legyen a Shadow Hunter, ami meg is történik. Egészen addig pedig tudja is bántani a... vagy zavarni legalábbis a Playmaster a Locust felését. Most nem sikerült, az a jack. A player's forces are under attack. Megkapja a kis agility tomot. Jó, 3-ben szeretném, 3-osnak látom a Laci. Lightningot is kivesz, úgyhogy T3-on van az ork. Na mi ez a base camp, gyerekek? Ki mire vár? Jön egy ghoul frenzy. Kapkodják magukat majd a gúlak. Egy második templomot is felhúz, Laci. Masznekró, masznekró. Marci megint kiexpandolt sikerrel. Na, le is van fülelve már egy Skeleton Warriorra. És már húzza a Watch Towert. Na, olvadjon el olyan könnyen az a Expand Horrorjára volt sereg. A town is under siege. Ott van egy Shade. A player's forces are under attack. Ki nyírta ezt a shade-et, Laci, már kellett a food. 51 food-on már. 51 food-on ugyanúgy low up kibben van. Nem tudom, miért ölte meg. Ott egy másik shield mondjuk. Szépen leköveti Laci ezt a... A player's forces are under attack. Ez odaérünk. Jack a bár lehet, hogy is akar. Hát ez Taurán mindig gyönyörűen mutatkozna. Úgyis van. Na, a kettes TC, de 100 KT közel. Ez bírja. Ezt most lehet már ütni. Marcinak szorgassan hozzá a cast a Great Hall. Laci egy hasonló sereggel indul útnak, mint jó előbb. Egy néhány Banshee is most kíséri. Hát a gúlak már frenzy. Ha a Shade szépen lefüleli a Blademastert. Egy az ingú, elnyomódnak a Skeleton Summonot.
Midmaster sérthetetlen egy ilyenére, kap egy kívülményedet, mert most már nem szólhat jól. De elkapta az oxigont. Egy ilyen hármat a TC, nagyon kuszolják, fordítok a Midmasterjét, hát én is kuszolunk vele. Nem veszek fejszabát. Na most a DK van bajba bizony, nem is kicsit. Szóval nem kerek nagyon kevés HP vannak. Nagyon lehet őket bántani. Bár az a bókica pont nem menekül meg. Lassú pillanatban egy mentés. Bizony, de csak a most Marcinak jelent az én szintemben. Bár nagyon nincs más, hogy a mentenem, de eltűzni. Még azért egy-két killt magával ránt. Player's forces are under attack. A town is under siege. Szóval Laci hazamegy, gyógyulgat egyet, egy sort, meg ad manát a nekróknak. Közben a idézett szírszorokkal megtép ezt az expandot, de is nagy jelentősége saksebzést nem tud bevinni. Úgyis eltűnnek, meg hát értes a segítség. Balról. Ó, manapot is, minden. Itt egy Crrpt is. Szépen lassan, de rászánja magát arra, hogy pusoljon. Ne tudja az imbut a TC-nek. A player's forces are under attack. Laci mindent is lát a shade-nek köszönhetően. Nagyon van fejlesztés még itt. Hát huntereken. Pedig már vannak egy páram. Raidereken sincs fejlesztés. Ellenben Locinál. Milli így sincs semmi. A player's forces are under attack. Pókot meg hirtelen most nem is látok. Aha, nem volt itt ugyan lesz egy kezem. Nagyon nem van az a Blademaster, ha megyünk. Sok életemnek a Blademasternek, sőt, Laci kiszedi a Blademasterét Marcinak. Olyannyira kiszedi,
hogy menekülőre kell fognia a Marcinek, és hogyha ezt a mérkőzést most elbukja... Ha Marci ezt a meccset elbukja, akkor bizony búcsot mondhat az első helyétől. Mi lesz? Így, hogyha így marad. Na nézzük, Laci okosan betol egy shieldet, hogy lássa, hogy mi a helyzet itt az ork bázison. És örömmel konstatálhatja, hogy bizony Marci már el is ment innen. A player's forces are under attack. Ez neki jó, mert neki áll csontikat csinálni itt, onnantól kezdve. Kell igazán kiszedni a legjobb ellenséget a Marcinak. Felmondtak, hogyha elkezdi gyakni, utána abból annyi hulla lesz, hogy kell nézni. A megkerüléssel nagyon fontos, hogy milyen pozícióban indítja a Marciát a csatározás. Olyan terén a serege megvan, az ötös Blademaster, ez is kulcsfontosságú lehet majd. Eltűnik a sok. Ötös lesz a Shadow Hunter is. Blademaster nyugodt, így is van. Ott egy DC, az is segít. Ötöt négy a horkősök aránya. Próbálna a Blademastert szedni. Locust. Annyi egység van, hogy azért nem is nehéz az a sebzés, az jól szerint. Shadow Hunter tisztességesen dobja a hírjeket, mielőtt annyira alacsony a tisztán a Blademaster HP-je. Most még, hogyha a Deathnál került volna egy kicsit bajba, és meg is van a Hex, de leszedi róla az orb, de így is jó, így is jó, így is jó. Megvan a kill, pedig ezt a Hexet biztos nem örült annyira Marci, hogy leszedődött. És most ez visszavonulás lesz. Most Laci ezt nem tudja megugrani. Pedig nem indult rosszul ez a dolog. Sikerült is írtani néhány épületet. Sőt, ugye az expand is leesett, szóval nem volt egy rossz támadás. De... már azért látjuk itt, hogy 5-4. Ezek már nem semmire kellő hősök, hanem igencsak hasznosak. Ez itt van egy 5-ös Crrpt Lord, ez így önmagába véve kevés. Az, hogy a 4-es DK meghalt az előbb, az igen nagy érvágás most Locustnak, akinek elfogyott az aranybányája. Ismét, megint. Mondjuk az azt jelenti, hogy Marcinak is elfogyott a baranybányája. És Marci 852-en, Locust mindössze 329-en. Mind a ketten kicentiszték ezt a dolgot. Marcinak borzasztóan fát kéne vágnia. 6 fából semmi se épül, leginkább egy nagy semmi. Jön vissza a shop Marci részéről, Blademasterrel szalad egy kört, hát ha lát valami izgalmasat Locust expandja kapcsán, de hát Locustnak sincs expandja. Mind a ketten úgy érezték, hogy ez a meccs be fog fejeződni, mielőtt elfogynának a goldmine-ok. És úgy tűnik, újra megindul az élőhalt sereg.
bizony ide. Ide küld mindenki Locust tehát az expanthoz. Nem véletlen, mert ennek a felépülése, illetve fennmaradása az most. Hát létszükség, szó szerint létszükség, mert 100 pénzből nem megy messzire az ember. Neki kell állni szükezni, akkor gondolom, hogy jó legyen. Hoppá! Nagyon jó a TC-nek, nagyon jó tesz a Headhunternek az a plusz 3 amúgy, plusz 2 a Spirit Walkereknek is, pici ez, plusz 3 a Shadow Hunternek is. Spirit Walker, Shadow Hunter, igen. Hát nem tűnik soknak az a 10% damage, de amikor ott van 20 egység és megkapja mindegyik azt a 10%-ot, az fincsi azért. Na és akkor lássuk meg, hogy sikerül-e itt megtörni ezt Marcinak. A Tudatégmesterrel befut a TC-vel, mind a kettő fókuszsal kapja a healtot, a TC-re megy jobban a fókusz talán. Spirit Walkereket szeretnék kiszedni. Első köpben új volt a dobbantás, és milyen sok mindenkit vesz Tumar. Elképesztően sok mindenki. Fényűrés Alexandra van. A Blademaster volt egy gumpot szüksége is volt rá, mert elhalt volna. Én azt látom, hogy Marci nem fogja ezt a... Elhalt a DK. Elhalt a DK akkor, de... hatos lett nagy nehezen. Locinak a Kid Lordja. Meghal a Blademaster, és Marci kilép. Ajaj, itt most lesz balhé. Itt most lesz balhé. Laci Marci 2-0. És hát 6-6. Locust Gyurmi, így. Egy meccsünk van vissza elméletileg, és azon elég sok minden múlik. Én ezt gondolom... Ez be is minden jó. Na,